jelen pillanatban a társadalomunk olyan szinten van, hogy a gyors megoldásokat keresik. Hogy gyorsan vegyünk be egy tablettát, oldjunk meg a problémát, ne fájjon, ne legyen kellemetlen, ne legyünk kövérek, ne legyünk soványak, ne legyünk ilyenek, hanem megfeleljünk az elvárásoknak. Van a nehezebb út, amikor nem egyből a pirulákhoz és a kapszulákhoz és a különböző készítményekhez jön, hanem próbálunk önmagunkat egy kicsit átformálni, és ehhez segítségül hívjuk az akaraterőnket és a belső késztetésünket. Az ember nem célokat, hanem fogadalmakat tesznek. Meg nem életmódot váltanak, hanem kúrákat csinálnak, meg fogyókúrákat. Hát, ami kúra, az valameddig tart, valamilyen hatásra van, az életet nem változik meg tőle, meg kellemetlen lesz egy idő után, és abba vagyok. Ha célt határozol meg, és te konzekvens vagy, akkor végigviszed. Ha meg csak ilyen fogadalmakat, hogy hol nem eszek csokit, meg sportolni fog, többet, meg mozogni, meg egészségesebben fog táplálkozni, mivel nincsen múltad, nincsen hagyományod ebbe, ez szert köddé fog foszlani. És akkor jönnek a konditerembe januárba, tele vagyunk, nem lehet meg sem mozdulni, aztán márciusra meg lassan elfogynak.